November 21-én megtartották a már hagyományos félévi művésztanári hangversenyt a Kodály Iskola Nemesszegi Márta termében. Ezúttal 5 művésztanár, Edőcs Fandi csemballó művész, Mudrák Marian énekművész, Bozsóki Gergely gitárművész, Dracsai Ákos fúla művész és Révész László orgona művész mutatta be programját a közönség előtt. Az utóbbi években a Kodály Iskola művésztanári hangversenyeire a Városi Nyugdíjas Szövetség és az iskola együttműködésének keretében jár a közönség. A műsort ezúttal Bozsóki Gergely gitárművész konferálta. Az egyes műsorszámok előtt a fellépő művésztanárok mondták el a legfontosabb tudnivalókat választott darabjukról. Az elsőként pódiumra lépő Edőcs Fanni például egy különleges hangszeren, középkori eredetű portatív, azaz hordozható orgonán játszott. A hangszer elsősorban Nyugat-Európában terjedt el a régi zenét játszó együttesek körében. Magyarországon legfeljebb 1-2 fordul elő. A játékos másfél oktávnyi terjedelmű klaviatúrán játszik, többnyire egy szólamban, kvint kísérettel, a másik kezével pedig a levegőt adagolja egy fújtató segítségével. Edőcs Fanni műsorán 2 14. századi ismeretlen szerző művei szerepeltek. Másodikként Mudrák Marian magánének tanár Kodály Zoltán epigrammái közül énekelt el 3-at. Az epigramma eredendően irodalmi műfaj, amelynek jellegzetessége, hogy rövid, tömör és tartalmas. Kodály epigrammáit nem csak az énekesek tűzik műsorukra, előszeretettel választják a szólisztikus hangszereken játszó zenészek, elsősorban a hegedűsök és a fuvolisták. Ezúttal a 2., 3. és 5. sorszámú epigramma hangzott el Mudrák Marianna szoprán énekhangján, Kovács Csilla zongora kíséretével. Mi a 3. epigrammát idézzük teljes terjedelmében. Bozsóki Gergely gitárművész virtuóz felkészültséget igénylő spanyol darabokat választott programjába. Elsőként Sainz de la Maza, Campanas del Alba című műve hangzott el. Thank you.
Második műként egy eredetileg zongorára írott darabot választott Bozsóki Gergely, Isaac Albeniz Asturias című művét, amely mára a gitár irodalom egyik legtöbbet játszott darabjává vált. Az elmúlt hétvégén megyei Prima külön díjjal kitüntetett Dracsai Ákos fuvolaművész, egy ritkán hallott francia zeneszerző Georges Ü fuvolára írott fantáziáját adta elő Éliás Katalin zongora kíséretével. A darabot erőteljes spanyol zenei hatások jellemzik. Az est utolsó fellépője a Kodály Zoltán díj idei kitüntetettje Révész László zongora és orgonaművész volt, aki a hangversenyen César Franck belga zeneszerző Ámol korál fantáziáját játszotta el a tőle megszokott magas szintű ihletett előadásban. A csodagyerekként induló César Franck élete utolsó három műve a három korál fantázia, amely Révész szerint egy kicsit a német-francia zene keveréke. Az esten elhangzó Ámol korál fantázia kezdete például egy Bach művet idéz, a modulációk pedig erősen Wagnerre emlékeztetnek, mondta el a választott darab kapcsán Révész László.